Sajnos el kell mondjam, de ez nem egy szponzorált videó, viszont bárhol, bármikor. A mai videóban, srácok, arról fogunk beszélni, pontosabban róluk. A mai videóban az erős paprika kihívás per evés megkoronázatlan királyairól fogunk beszélgetni. Ugyanis van pár úriember a YouTube platformon, akiket nekem rendszeresen feldobál a YouTube shortok közé. És úgy gondoltam, hogy nézzük meg együtt és reagáljunk erre a jelenségre, vagy igazából nem tudom mi ez. Én néha elnézem az ilyen dolgokat, néha elnézegetem, hogyha nagyon unatkozom. Úgyhogy ne is tudod tovább az időt, három ember hoztam el nektek, úgyhogy lássuk az elsőt. Az első emberünk Look at it that. Csípős paprikás videó, csípős szószos evés, minden is. Nézzünk meg egyet. Feles gyors felcsapom. Így legusta. Gusta nagyon. És figyelj, most a legjobb rész. Wasabi. Amúgy ezeket azt én is kipróbálnám, hogy viccen kívül. Ginger shop. És legurítja. Monster. Azt is legurítja, nem szarakodik. Szóval ez a lényege igazából ennek, tehát itt látjátok, van egy csomó paprika, taki vagy miatt tököm, háromféle csípőszósz, ilyen savanyú, vagy nem tudom milyen itóka. Ezért nincs is gond. Ezt meg lehet nézni simán, mert talán, hogyha nagyon unatkozol, akkor megnézel, én is szoktam. Viszont, vegyük példának ezt a videót. Fagyott méz zselé, vagy mi a szar. Tehát a Pali konkrétan fagyasztott méz, jellyt vagy mi a tökömet harapdál. Nagyon hangosan. Most nem tudom, videóban én is enni fogok, és hangosan fogom rágni a kaját. Szóval az emberünk lényegében tesszik csípős dolgokat, és ennyi. Carolina Reaper. Carolina Reaper. Mondjuk ezt megkóstolnám. Carolina Reaper. Water. Pura. No reaction. Figyelted? No reaction. Imádom ezt a mondatot. Ghost pepper. Ghost pepper. Ezt legurítja. Viszont ez a Pali nem csak ilyen csípős dolgot eszik, ugyanis van itt Ice Cold Challenge is. Háromfajta Listerin. Hát olyan friss lesz a Pali, mint soha senki. Meg kis pohár. Ilyen Mentos, vagy Rágó, vagy nem tudom mi ez. De ezt is tömi befele, mint a gép. Még egy darab olyan cucc. Meg ilyen nem tudom mi ez. Nem gusztusos. Kicsi húja. Ice. Valami felborult. És a víz a végére nem maradhat el. Mi szemét lehet ez után? Ugye őszintén. Viszont az Ice Cold Challenge-en kívül a bátyja eszik még kaját is. És ez tundorító módon, ugyanis itt van ez a csirke. Csípős csirke. Tele nyomna szósszal. Most persze nagyon jól néz ki. Kis wasabi is mehet rá. Jó, felrázzuk. És figyeld a Palit, hogy eszi. Kurzusosabban nem is ehetné, viccen kívül. Viszont, egyben ami felmondta az államat, vagy nem tudom, hogy mondjam. Egy dologra felfigyeltem, biztosan sokan megettek ezt a YOLO chip, nevű chipset. Elméletileg ez a világ legcsípősebb chipse. Hát, mint láthatjátok, nem mindenkinek esik jól ez a chips, tehát folyik a vér. Viszont a Pali... This is the YOLO chip challenge. YOLO chip, bocsánat.
Tehát ez a világos legerősebb chipsje. Úgy néz ki, mint egy darab szar. És a pali egy ekkorát betömött. Plusz még nyom rá wasabit is. Egy egész szarnyit. Bám. És figyeld, azért mondtam, volt gyötrődés, de no reaction. Azért egy kis gyötrődés lehetett látni, de nem baj, eltekintünk felőle, a pali bírta és benyomott egy egész Jolo chipet. Ugorjunk is át a másik közkedvelt emberünkre. És ennek a palinak egyébként olyan feje van, akit szívesen így szájba vágdosnál, most semmi rossz indulat, meg semmi ilyesmi. De tényleg. És ő nem bír annyira a csípőset, mint az előző átmagunk. Wasabi. Tehát látod ezt a fejet? Erről beszélek. Meghitt a wasabit. Látod a palinak a szemét? Már most könnyezik. Már most hordpörös. Huff-huff. Hőd a szemeit. Nyemekkal a pali a tekintetét nézd. Gatya. Gatya rotty. Kalap kabát. Engedd el. Szóval ja, igazából az úriember is hasonló tevékenységeket végez, mint az előző emberke. Csípős dolgokat eszik, nála is van nyilvánvalóan Ice Cold Challenge, csak ez 18 pluszos. Jalapeño. This looks so good. Found this chamoy soft caramel. Took the chamoy sour spicy pickle juice. Wrapped the jalapeño in the caramel. So- Szóval, valami pickle juice-ról beszél, vagy mi a tököm, meg valami kamoy, vagy mi a szar, ez nyilván ilyen csípős szószok, meg italok, meg ilyenek, és ugye a jalapeño paprikát ebbe mártogatta bele. Most ezt fel kell dolgoznom. Csípős limit teszt. Ezt a dugdúság a takit, vagy takit. Hát az a leesett serrano paprika. Habanero szósz. Takidust. Azt gondolom, hogy ugye a taki az, azt hiszem, az ilyen csípős chips, a taki, és az pedig ilyen szósz volt, vagy gondolom valami ilyesmi volt. Az chips, a taki, vagy nem tudom. Flaming Hot Mountain Dew. Azért ő nem úgy szükségeti azt, mint előző barátunk. No reaction. Azt mondja, no reaction. És ott folyik a könnye, meg itt is írja. Szóval ő nem bír annyi a csípőst, mint az előző barátunk. De akkor ugoljunk is egyet, és menjünk Jumbo Spice-ra, aki szintén ezzel foglalkozik, hogy a csípős kajcsimancsit, üccsimüccsit, és mindencsit is zabál. Carolina Pepper Ripper. Az eléggé csípős paprika. És én lépett rothátet. 8-at. 9-et. De nem láttuk a végén azt, hogy... No reaction. Na most srácok, én azt mondom, hogy elég volt. Ez a dolog szimplán csak azért készült, ugyanis, mint mondtam, tele van ezekkel az emberkékkel a YouTube shorts, illetve a YouTube sztorik, ugye az ilyen történetes dologok, és hát jól gondoltam, megosztom bennetek is. De ez idő ennyi is lett volna, remélem tetszett nektek. Ha így van, akkor egy hatalmas lájkot csapassál nekem, légy szíves, iratkozz fel, kövess be Instagramon, illetve... Ja, ennyi, bocs. Legyetek jók, következő videóban találkozunk. Szevasztok!